Ezen a hajdan vizek járt a mocsaras helyen, az elmúlt 150 évben nagyot változott a táj és benne az élet. A régmúlt háborúságaiban gyakran volt pusztulás, de az itteni emberek mindig visszatértek és újrakezdték az életet. A mindenkori újrakezdés képessége mellett a gyökerekhez való ragaszkodás jellemzi a vidék népét a vendégszeretet mellett. Amikor egy új településen jár az utazó, az emberek mellett épületekkel is találkozik. Ebben a filmben ezeken az épületeken keresztül mutatjuk be ezt a vidéket. Ezek a mi épített értékeink. Füzesgyarmatra, Szeghalom felől érkezünk. Útunk során találkoztunk az újabb idők kincsére, a kőolaj és földgáz bányászatra utaló építményekkel. A térség olajipari központja ez a város. A jelen békésen megfér a múlttal. Az ipari központon nem messze a régi téglagyár bányagödreiben halban gazdag vízi világ rejtőzik. Beérve a településre, a hajdani Blankenstein kastély kertjében lévő katolikus kápolnánál állunk meg. A kápolna 1821-ben készült a grófi család részére. Beleszemben a régi parkból megmaradt védett fák láthatók. Az 1965-ben a háborúban elpusztult és elbontott Blankenstein gróf kastély kertjében fúrták azt a kutat, amely saját erejéből tört felszínre 62 Celsius fokon. 1969-ben nyitotta meg kapuit a strandfürdő. Azóta jelentős fejlődésen ment keresztül. 2003-ban Sárét gyöngye elnevezéssel gyógyvízminősítést kapott a termálvíz. 2006-ban lett a strandfürdő neve Kastélyparkfürdő. Ez a név magában hordozza a hely múltját és utal a jelenlegi kellemes környezetre is. Jelenleg tanmedencével, úszómedencével, pancsolóval és három gyógymedencével szolgálja a fürdőzők kellemes időtöltését. A várost a fürdő és a köré szerveződő szálláshelyek és szolgáltatások teszik turisztikailag vonzóvá, ahol a gyógyulni vágyók a gyógyvíz áldásos hatását ismerhetik meg. Mellette hotel, kemping és panziók biztosítanak kulturált szállás lehetőségeket. A Kossuth utcán, vagy ahogyan a régiek hívták, a Nagy utcán haladunk a városközpont felé, megállva egy-egy nevezetesebb épületnél. A volt Illés iskola épületében két gyűjtemény is elhelyezésre került. A Szitás Erzsébet képtár és a tűzoltó gyűjtemény. 1996-ban Szitás Erzsébet füzesgyarmati születésű festőművész ajánlotta fel örök időkre festményeit, és jött létre a galéria. Útközben láthatunk néhány szép gazda és polgárházat. Így Nagy Imre volt községi bíró és nagy gazda portáját. Az aggott féle szép díszes vakolattal ellátott épület, majd a hajdani Zollner doktorházát. Ezután meg is érkezünk a város főterére. A város legrégibb épülete a református templom, mely 1798 és 1803 között épült, copf stílusban. Mintájául a kecskeméti nagy templom szolgált. Újra három harang lakik a toronyban. A háborúban elkobzott két harangot a gyülekezet 2017-ben pótolta. Talán a mai templomnál is régebbi épület lehet a református parókia épülete. Építési idejét nem tudjuk. A református egyház 1859 körül vásárolta meg parókiának, előtte egy görög kereskedő üzemeltette csárdaként. Ma is parókia és gyülekezeti teremként funkcionál. A templom mellett az egykori református iskolát 1914-ben kezdték építeni, de a háború miatt ajtó és ablak nélkül maradt, csak a tetőig jutottak el a mesterek. 1920-ban fejezték be. Ma általános iskolaként működik.
Az iskola előtti parkban, ami hajdan Hősök Ligete nevet viselte, ma is szép emlékművek találhatók. A világháborús emlékművet Buza Barna szobrászművész készítette 1940-ben. 1956-ra kopjafa és egy 2017-ben felavatott szobor emlékezik. A liget másik végén lévő székelykapu, Pap Ferenc és fia alkotása. A városháza, a volt községháza 1896-ban épült Borsoti Géza helyi építész tervei alapján. Homlokzatán a város régi címere található. A városháza mellett a jelenlegi egészségügyi központ van. Ez az impozáns villa Polgár Pál földbirtokosé volt. Az Apolló mozgófilmszínházat dr. Balogh Károly orvos, földbirtokos alapította 1914-ben. A szekhalmi járásban ez volt az első mozgófilmszínház, mára már megszűnt. A központtól nem messze, majdnem a mozival szemben van a Hegyesi János könyvtár és művelődési ház. Mellette 2016-ban készült új közösségi központ áll. Visszatérünk a Szabadságtérre, a város régi piacára, ami az 1990-es évek elején szűn meg, már a szép parkká alakult át. Itt van az olajbányászat jelképeként emelt Szent Borbála szobor, aki a bányászok védőszentje, Hegyesi János paraszköltő szobra, valamint a régi Ártézi kút angyalos, neobarokk kútháza. A régi postahivatal épülete a református templom közelében található. Füzesgyarmaton 1867 óta van postai szolgálat. Később a termelőszövetkezet vette meg, és ifjúsági házként működött a szövetkezet megszűnéséig. Ma magánvállalkozás irodája. A hintókészítő műhelyt Galambos Sándor Kovács alapította 1980-ban a régi füzesgyarmati hintókészítő utódaként. Ebben az épületben 2002 óta üzemel. Rövid sétára a központtól, a katolikus feszülettel átellenben arányos formájú kisfehér templom hívja fel magára a figyelmet. Szépen rendezett környezetével, kertjében több emlékművel. Ez az 1903-ban épült unitárius templom. Mielőtt füzesgyarmati sétánk végére érünk, még a tájházat nézzük meg a vasútállomás felé vezető úton. A Sárét népi életét bemutató helytörténeti kiállítás mellett megtekinthető egy hagyományos kovács műhely teljes felszerelése is. A tájházat a helytörténeti egyesület működteti. Kiérve a településről, a határban még meglátogatjuk a védett 350 év körüli öreg tölgyfát, a tüzes fát, mely a régi vízivilág utolsó tanúja. A város körüli erdők kiváló helyszínt jelentenek a vadászok vagy túrázók számára. A település épített és természeti értékei méltán vonzóvá teszik a látogatók számára. Itt a megye északi végein, három megye találkozásánál, ahogy Szűcs Sándor néprajztudós elnevezte, a három földön három világ találkozik. A Sárrét, a Nagykunság és a Hortobágy. Ez a keveredés adja meg az ízét ennek a vidéknek. A régi vízivilág nyomai, erdők, rétek, puszták meg annyi értéket rejtenek, melyeket fel kell fedezni. A kisvárosok városias jellege, a csendes, nyugodt falusias élet elnyugtatja, megpihenteti az ide látogatót. Ahogyan a költő mondta, halat, vadat, s miófalat, mi szemszájnak ingere nyújt ez a vidék, a megtalált nyugalom mellett. El kell jönni, és bele kell kóstolni.